Soron következik a magyarországi hunok, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 87. törvény, továbbiakban kisebbségi törvény 61. szakasz második bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyosságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a kisebbségi törvényben foglaltaknak, ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a hun kisebbséghez tartozónak valljuk magunkat tárgyban. Novák Imre és több mint 1000 választópolgár által kezdeményező országos népi kezdeményezés tárgyalása és a döntéshozatal. Az Országos Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját, valamint a Választási Bizottság határozatát, H. per 14.358-as számon, az Emberi Jogi Bizottság ajánlását pedig per 1-es számon kapták kézhez. Tisztelettel köszöntöm a népi kezdeményezés indítványozóinak képviselőit, akik figyelemmel kísérik a vitát és a határozathozatalt. A tárgyalás előtt felkérem Hende Csaba jegyző urat, hogy ismertesse az ügyrendi bizottságnak a vita lefolytatására és a döntéshozatalra vonatkozó állásfoglalását. Tisztelt Országgyűlés, az ügyrendi bizottság állásfoglalása szerint az Országgyűlés a törvényben előírt tárgyalási kötelezettségének a törvényjavaslat általános vitájának lefolytatására vonatkozó szabályok szerinti vita formájában tesz eleget a következő eltérésekkel. A vitának előterjesztője nincs, így előterjesztői expozéra és viszontválaszra nem kerül sor. A vita során elsőként a kijelölt bizottság előadója ismerteti véleményét. A népi kezdeményezéshez módosító javaslatot benyújtani nem lehet, és a házszabály 104. paragrafusai nem alkalmazhatók. Az Országgyűlés a vitát követően dönt arról, hogy a népi kezdeményezéssel egyetért vagy sem. A vita megnyitása előtt felkérem Füle István jegyző urat, ismertesse a Választási Bizottság határozatának rendelkező részét. Tisztelt Országgyűlés, az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy Novák Imre Jósova választópolgár 122/2004 9. hó 2-a OVB határozattal hitelesített országos népi kezdeményezésének, mely szerint a magyarországi hunok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 77. törvény, a továbbiakban kisebbségi törvény 61. paragrafus második bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a kisebbségi törvényben foglaltatnak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a hun kisebbséghez tartozónak valljuk magunkat. Támogatására összegyűjtött érvényes aláírások száma meghaladja a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló törvény 61. paragrafus második bekezdésében a kezdeményezés érvényességhez meghatározott számot. Ezért a népi kezdeményezés érvényes. Köszönöm. Tisztelt képviselőtársaim, most megadom a szót Szászfalvi Lászlónak, az Emberjogi Kisebbség és Vallásügyi Bizottság elnökének, a bizottság előadójának 10 perces időkeretben. Nem tartózkodik Szászfalvi László az ülésterembe, ezért megkérdezem az Emberjogi Kisebbség és Vallásügyi Bizottságot, kívánja-e más ismertetni a bizottság álláspontját. Senki nem jelzi felszólalási szándékát. Megkérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki felszólalni 5 perces időkeretben. Megadom a szót Mesterházi Attila államtitkár úrnak. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, a minisztérium megvizsgálta a kérdést, kormány kialakította az álláspontját, előzetesen véleményt kértünk a Magyar Tudományos Akadémiától, a bizottság is hasonlóan foglalt állást, mint ahogy a kormány ezt tette, tehát megvizsgáltuk tudományos, nyelvi, kulturális, vallási, antropológiai és jogi szempontból is a népi kezdeményezést, és ez alapján a kormány nevében azt javaslom, hogy az országgyűlés mondja ki hazánkban saját nyelvvel, identitással, kultúrával, hagyományokkal és hun kisebbségi közösségi tudattal rendelkező népcsoport, nemzeti vagy etnikai kisebbség nem létezik. Köszönöm szépen a figyelmet. Most a képviselőcsoportok nevében felszólalni kívánó képviselőknek adom meg a szót. Kérdezem, kíván-e valaki élni ezzel a lehetőséggel? Képviselőtársaim nem jelzik felszólalási szándékukat, ezért a vitát lezárom. Most a döntéshozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetérte az országos népi kezdeményezésben foglaltakkal. Kérem, szavazzanak!
14 igen, 178 nem, 92 tartózkodás mellett megállapítom, hogy az országgyűlés a népi kezdeményezésben foglaltakkal nem ért egyet. Köszönöm szépen, felkérem Hende Csaba jegyző urat, hogy ismertesse az elfogadott határozat szövegét. Az országgyűlés határozata népi kezdeményezésről. Az országgyűlés a népszavazástól és a népi kezdeményezésről szóló 1998. évi harmadik törvény rendelkezései szerint megtárgyalta a magyarországi hunok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 77. törvény, a továbbiakban kisebbségi törvény 61. paragrafus második bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a kisebbségi törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a hun kisebbséghez tartozónak valljuk magunkat tárgyú népi kezdeményezést, s arról a 2005. április 25-i ülésén a következők szerint döntött. Az országgyűlés a népi kezdeményezésben foglaltakkal nem ért egyet. Tisztelt országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy a frakciók bizottsági tagcserére nem tettek indítványt, személyi javaslatokról a mai ülésünkön nem döntünk. Határozathozatalunk végére értünk. Munkánk folytatása előtt egy rövid technikai szünetet rendelek el. Egy perc múlva szeretnénk folytatni munkánkat. Köszönöm szépen!